A tálakban kocsonya gőzölög, a karácsonyhoz tartozó tradicionális ételeink egyike, mely a változó idők kelés szokásokkal dacolva ma is népszerű. A hagyományos kocsonya csontos és bőrös húsból főtt leves, melyet tányírokba adagolnak és lehűlve szilárd halmaz állapotúvá válik. Varga Sándorné Mariska néni népes családja számára gyakran elkészítette ezt a finom és egyszerű ételt. Karácsonykor pedig még most sem hagyja ki a menüből, bár most már egyedül él, a gyermekei, de még az unokák is felnőttek. Hát ezt én még nyáron is szoktam csinálni. Mert szereti, a család szereti. Még akkor meg örülnek, hogy olyankor van egy kis friss. Csak hát még sokan vagyunk, az, mikor úgy jönnek gyerekik haza, vagy valami olyankor szoktam csinálni. Ilyenkor meg különösképpen. Hát átlagban karácsonyra, de mondom én azért, mert a gyerekik szeretik, meg volt is, mikor mi ezértük, hogy főzdünk. Nem mondom, mindenki szereti nagyon. Jobban, már most jobban ezélik, mint a pörköltet. Az is elmegy, de ezt még jobban ezélik. Hiányolják, hogy nincs. Éppen valamelyik nap kérdezte a fiam, hogy anyu, mikor nincs terbe víve a kocsonya főzés. Mondom, de van, mondom, terbe van, mondom, csak nem tudom meg kitűzni, hogy mikor lesz. Mert mindig van, hogy valahova el kell menni, azt olyankor nem fogok hozzá. Olyankor fogok hozzá, amikor nem megyek sehova, vagy nincs olyan mennivaló. A kocsonya készítésre rá kell szánni az időt, hiszen körülbelül 3 óra alatt fő meg teljesen a hús. A megfelelő alapanyagok sem elhanyagolhatók, leggyakrabban a sertés körméből, füléből, orrából, farkából és csülkéből készítik a kocsonyát. A körmön kívül hát a fejt azt szokták, hogyha ezért. A fül, az is jó, meg a farka. A fülit, farkát, aztat meg a lábát, átlagban ez az eredeti kocsonyának való. Hogy aztán, hogy sikerül kinek, hogy kap úgy. Mert ugye a babba sem mindig van. Kezdjük hát el a kocsonya készítést, amit most Mariska néni 4 darab összevágott körömből és csülökből főz. Először átnézi és alaposan megtisztogatja a húsokat. Ha jó az anyag, akkor jó a kocsonya is. Mariska néniben a hús takarítása közben felelevenednek a múlt emlékei, amikor minden év végén 1-2 malacot levágtak. Akkoriban még nem volt hűtőszekrény, és a húst megsütve zsírban tárolták. Azt akkor lesütöttük, hát kemencébe fűtöttünk, lesütöttük, tepsibe raktuk szép sorba a oldalast, a kolbász külön, azt akkor azt lesütöttük, akkor zsírba, bödönbe raktuk, vagy amibe, edénybe, azt akkor a zsírt meg ráöntöttük, azt nyáron volt mit enni, de nem télen. Vagyis nem volt hűtő meg akkor. Ez nem volt semmi gond, volt mit enni. A tisztítás után egy nagyobb edényben hideg vizet tesz a sparhelyre Mariska néni, melybe a megtisztított körmök és húsok kerülnek. Csak mondom, nem ezélem, mert úgy szoktuk, hogy hideg vízbe tesszük fel. De van, aki meg a bál. Én nem szoktam. A kocsonyához a továbbiakban csupán néhány összetevő szükséges. A megfelelő húson kívül szükség van egy fej vöröshagymára, másfél fej fokhagymára, fél csomag egész borsra és egy kis sóra. Na most már feljön. Az a dolga. A fokhagyma pucolása közben Mariska néni a kocsonya készítés fortéjairól beszél, hiszen a sertésen kívül más állatcsontosabb részéből is készíthető kocsonya. Lehet ezt minden, marhahúsból is, az se rossz.
a nagy ezeit. Mondom, jobban a csontos eze, az a legjobb neki. Figyeld meg, hogyha egy csirkét vagy egy tyúkot megfőz, kiszedi az ember a levesből a húst, a tálba teszi, nem használja el, na majd hónap vagy majd, már annak is megkocsonyásodik a leve, ami kijön a lej a húsból, már az is kocsonya. Ha nem tesznek bele semmit, akkor is. Ha anyag van benne, akkor van. A kocsonyát főleg hűvösebb időben készítik a háziasszonyok. Leggyakrabban húsvétkor vagy karácsonykor kerül az asztalra, mint ahogy Hajdan Mariska néni gyermekkorában is, amikor még a karácsony nem az ajándékozásról szólt, hanem az összetartozásról, mondja. Jöttek a rokonok, már a szüleimnek a rokon testvérei, vagy mit tudom én, vagy mind mentünk oda, de úgy olyan, hogy mondjam, már búcsújárás nem volt. Már oda laktunk Szatmár Németibe, ott már más volt a divat. Ott meg úgy volt, hogy mink laktunk az első házba, jöttek kántálni gyerekek. Akkor elmentek, utána meg a szülők jöttek este, már úgy 7-8 óra fele. Azt akkor mindenki ment sorba, minden házhoz mentünk köszönteni. Már mi gyerekek voltunk is, mentünk anyámék után, de ott meg már a volt a divat, hogy na hát az volt mindenütt, hogy megkínálták az embert, vagy mit tudom én. De itt nem volt olyan divat itthon, hogy így járjanak össze. Más volt akkor, az én gyerekkoromban. Jobban tudtak örülni a gyerekik akárminek, mint most. Most nem nagy öröm, ne van, akármit kapnak, vagy valami, ilyen figyelmen kívül hagyják. Mariska néni úgy emlékszik, hogy régen mindenki arra törekedett, ha évközben nem is, de legalább karácsony környékén legyen hús az asztalon. Húst havalt, hogy, hát hogy mondjam, már nem, de hát olyankorra mindenki úgy csinált, hogy legyen, ha meg máskor nem is, de akkor úgy teremtett, hogy legyen. A visszaemlékezések után Mariska néni beleteszi a megtisztított fokhagymákat a forrásban lévő levesbe. Ezek után már csak türelmesen kell várni, hogy megpuhuljon a hús. Főzés közben a tüzet is folyamatosan táplálni kell annak, aki nem gáztűzhelyen készíti a kocsonyát. 3-4 óra főzés után Mariska néni kiszedi a levesből a húsdarabokat, majd sűrű szűrőn átszűri a levét. Mariska néni először a húsokat osztja el a tányérokban, némelyikből eltávolítja a nagyobb csontdarabokat, majd a levével felönti. A tányérokba adagolt kocsonyának néhány óra pihenésre van szüksége egy hűvös szobában, hogy az alapanyagok összeérjenek. Néhányan zselatinnal helyettesítik az összetevőket, ám ha megfelelő az alapanyag, enélkül is szilárdan megdermed. Az elkészült kocsonyát egy kis piros paprikával hintjük meg, majd fogyaszthatjuk is. Most karácsonykor, hiszen ünnep közeleg, melynek ez az egyszerű étel elmaradhatatlan tartozéka. Nagyon finom.